Itt az árvíz. Lezárták a rakparti utat Győrben, mert ez egy ártérben épített út, és 4 méter 30 cm-es vízállásnál elönti a víz. Jelenleg a Mosoni-Duna szintje még stagnál, de az előrejelzések szerint apadás várható. De ilyenkor egy terelést kell alkalmazni, ez azt jelenti, hogy a belváros Réfalu közötti közlekedési kapcsolatból ki kell, hogy vonjuk a Kossuth hidat és az alsó rakparti utat, ehelyett a Jedlik híd és a Széchenyi híd a terelt Dunai folyóknak a hídjait lehet használni az autósok számára, de a tömegközlekedés át tud haladni, mert van egy vészhelyzeti útvonalunk, úgymondva a Dunakapu téren és egy vezetett korlátok között vezetett sávon az autóbuszok tovább tudnak haladni, úgyhogy nem kell igazából az autóbuszokat komolyabban terelni, de a gépjármű forgalmat ilyenkor mindig el kell, hogy tereljük az alsó rakparti útról. A lezárás azonban a kerékpárosokat és a gyalogosokat értelemszerűen nem érinti. A Petőfi híd alatti ingyenes parkolóban is le van zárva egy szakasz elővigyázatosságból, de a nagy része továbbra is használható. A Győrszó ZRT, a Petőfi híd alatti ingyenes parkoló üzemeltetője pénteken reggel 6 órakor az előzetes értesítéseket követően lezárta a Petőfi híd alatti parkoló egy és egyik kisebb részét. Konkrétan a parkolóban lévő alsó közlekedő út és az árvízvédelmi töltés széle közti területről van szó, mintegy 12-15 darab parkolóhelyet érint. A lezárt parkolókat és utat az apadás ütemével egy időben visszatudják adni a gépjárművel közlekedőknek.